Elegem van, gyerekek, leromboljuk egész Debrecent! Vessen! Vessen Debrecen! Tömeges kilakoltatás, szemtanúj. Hát kilakoltatás, hát érted, rájuk robbantom a lakást. Ez itt normális? Ez egy normális dolog itt, szerintetek? Például ez a zebra, ez... Tehát, hogy ez a zebra, ez így eléggé... fasza. Ez egy négydimenziós zebra. Sziasztok! Egy korty kávé. Hát ez 2,5 korty volt, meg 23 szürcsnyi. Sziasztok, ez itt a Skylab, Benji vagyok, a mai napon pedig előről kezdjük Debrecent. Ez nem más, mint a körvárosa, az egyetemváros Debrecen. Amivel annyi problémánk van, hogy ahány ujjam lenne akkor, hogyha meg tudnám számolni, hogy mennyi problémánk van, akkor a lábaim helyén is kezek lennének. Mi van? Szóval, kicsit újra fogjuk tervezni a, hát elsősorban az Urban Gridet, mert hogy kicsit fucked up lett, egy kicsit bazira. Ezáltal eléggé helykihasználatlan, tehát nézzétek már meg. Ide két ilyen háznak ki kéne férni, ezt képest... Nyilván mindezt annak érdekében, hogy megteljen az egyetem, és végre tudjuk bővíteni a kampuszt, illetve elkezdeni építeni a kampuszt, mert tök fasza lenne, hogyha lenne egy fasza kampuszunk. De sajnos nem lesz, mert nincs elég lakó. Félbe kell szakítsam a saját intrómat! A helyzet az, gyerekek, hogy terepet fogunk rendezni az egész epizódon belül, mégpedig az egyetemváros terepét. Most értem el arra a szellemi szintre, hogy felfogtam végre a pici agyammal, a Szent Szellem által átvilágítva, megállapítottam, hogy tudom, mi a helyzet. Az a helyzet, hogy szarul kezeltem a parkokat. És az egészben a poén, hogy én tudtam. Tehát én tudtam, hogy szarul kezelem a parkokat, de nem érdekelt. Ahhoz viszont, hogy bővítsük az egyetemet, tehát most már rá vagyunk kényszerítve arra, hogy bővítsük az egyetemet, különben összeomlik az egész régiónak ezen része. Szóval mivel most már rá vagyunk kényszerülve, ezért kénytelen vagyok átrendezni az egész terepet, úgyhogy ez a videó ezért lesz egy kicsit unalmasabb, mert igazából terepet rendezünk, és állni fog az idő kb. De a végén megígérem, hogy elindítom. Tehát a végén fog összeomlani a gazdaság. ez a videó végén van. Tehát én most csak bevágtam ide az elejére, úgyhogy menjünk vissza az elejére, a videó elején vagyunk végig, de hogy a végéről vágtam ide az elejét. Jó, ez most az előző utáni Benji a jövőből, tehát az első Benji után a második Benjit követő harmadik Benji a jövőből, hello. Szóval az a nagy helyzet, hogy mégsem indítjuk el, csak a következő gameplaybe, úgyhogy csak ezért akarod megnézni, hogy a végén elindítom az időt, akkor ne nézd meg csak ezért. Mert mondom, nem ezért nézik az emberek a SimCity gameplayt, hanem az éme, vagy az éme SimCity, vagy az éme, ki akarjátok kapcsolni egy picit az agyatokat, úgyhogy arra pedig tökéletesen elég unalmas. Nem kell itt semmi agy munka, csak nézzétek, csúrassátok a nyálatokat, aztán csináltok utána valami kreatívat. Na cső! Igen, már így 6 vagy 7 vagy 8 gameplay-el később, amit ebbe a városba beleöltünk, rájöttem, hogy túl nagy lett ez a kör, tehát kisebbre is lehetett volna, de hát ugye esélyünk se volt ezt megállapítani a legelején. Úgyhogy üdv mindenkinek, sziasztok! Az a helyzet, hogy aki nem látta az eddigi gameplay-eket Debrecenből, az nem maradt le semmiről. De abban az a koncepció, hogy az egyetemen, illetve az egyéb oktatási intézményeken kívül, ugye 1, 2, 3, 4 oktatási intézményünk van, ezeken kívül itt kaptak helyet a rendőrmentő tűzoltóságok, ami az egész régió szegmenst kiszolgálják, ez azt jelenti, hogy a környező városokban nem lesznek ilyen dolgok. Ezen kívül pedig szinte csak lakóházak vannak, leszámítva ezt a kis gyárterületet, de hát ugye ez itt semmiség. Illetve itt van még az ipari szemétfeldolgozó üzem, újrahasznosító üzem, ami nem működik, mert nem tudjuk, hogy miért nem, de nem működik. Ennyit kell erről a városról tudni, és nagyon fucked up lett a körön kívül a dolog. Teljesen. Az első, amit csinálni fogunk, az, hogy importálunk energiát, hiszen már megvan az atomerőművünk. Ahogy elnézem, importálom is vagyon. Aha, jó. Oké, akkor gondolom ez csak akkor indul el, hogyha ezt kikapcsoljuk, úgyhogy kikapcsoljuk. És indítsunk egy időt, és már is mínusz 37-be vagyunk. Kicsit rágyorsítjuk az időre. Ugye megnézzük, hogy jön-e... Aha, már jön az áram, oké, feltöltődött árammal szinte minden, nem? Nem tudom, nézzük csak meg, hogy... Aha, töltődik. Aha, hát elvileg minden tele van árammal, ha jól látom, vagy ha jól értem. Nullán vagyunk, nullán. Hát nulla. Az a jó. Az a jó. Nem vagyunk se pluszba, se mínuszba. Ez azt jelenti, hogy éppen elegendő energiát kapunk onnan pakösból, ahogy ugye legutóbbi gameplaybe leeresztük az atomerőművet. Ez a legutóbbi előtti gameplaybe, legutóbbiban bővítgettük meg, elvartuk a szálakat, úgyhogy ha lemaradtatok róla és érdekel, akkor azt feltétlenül pótoljátok. Most csak egy olyat, leveszem a pulóverem, mert túl meleg ez a kávé, és melegem lesz. És az az érdekes, hogy már csak mínusz 4500-ba megyünk. Ugye 7-8000-ek voltak itt a mínuszok. Ugye beszéltük, hogy ez két városnak a mínusza. Paks meg a két város plusza, hiszen Paksban semmi nincs, ami vinné el a pénzt, itt viszont nagyon sok minden van, ami viszi el a pénzt, cserébe viszont, értitek, tehát ezek egy város igazából a kettő együtt, csak megoszlanak ugye a dolgok. Itt vannak a kiadások, ott a bevételek. Egyébként itt az adó az hogy áll? Aha, nem sokkal több, mint Paksban. Lehet levihetnénk 9-re amúgy, Paksban 9. Vagy Paksban kéne fölvinni 11-re 9-ről, na mindegy, jó, akkor áram az fasza, ennek örülök.
Ő mit szeretne? A Balloon Park. Az a baj, hogy a Balloon Parkhoz kell majd bővíteni polgáros hivatalt. Amit ugye lehetne bővíteni, látjátok, van upgrade-ünk, de semmi kedvem nincs most. Na, inkább ezt az Urban Grid-et okosítsuk már ki. Soha nem lesz elég egyetemista. Figyelj, hogy ezzel nem fogunk tudni semmit kezdeni. Semmit. Azt lehetne, ha ez lehetne itt egy párhuzamos út. Jó. Akkor nyomunk egy side mentést, ami azt jelenti, hogy ha nagyon meggondolnám magam, akkor visszacsinálom. És az lesz a neve, hogy, visszacsinál. Debör recezen. De csodálatosan tükrözi a fény. Na, akkor... Hát ez most itt egy nagyon nagy mínusz lesz, de ez van. Illetve mínusz lakó, mínusz pénz, minden mínusz, de ez van. Meg is állítom az időt, mert ez mókás lesz, gyerekek. Na, akkor tervezzük meg. Lesz mindenképpen egy főút itt ezen az oldalon, ugye ez lesz a lakóvezet. Egy főút, ami innen fog kijönni, és erre fog jönni, és ez lesz a főút, ez itt. És idáig le fog jönni teljesen. És itt valószínűleg be fog csatlakozni valahova ide. Ennek értelme vajon? Ennek nem biztos, hogy van értelme amúgy. Ha mindig megcsináljuk, nem érdekel. Nem érdekel. Várj, nem biztos, hogy itt kéne lennie. Mekkora egy ilyen ház? Aha, ekkora. De ott az tökéletes. Ez tökéletes. Hát még lesz a kettő között egy kis holt zóna. De lehet egy kicsit beljebb kéne. Na, de az a baj, hogy el fog menni az összes lakunk. Már van 23 ezer. Hát még se kéne átdolgozni nagyon. Akkor ez most egy ilyen hold gameplay lesz. Könnyen meg lehet, hogy ez egy ilyen hold gameplay lesz. Hát látjátok, miről beszélek? Hát egy káosz a város. Nézd már meg. Össze-vissza mennek az utak. Normális? Normális ez? De ez nem normális. Az egész, egész szar. Úgy, ahogy van az egész. Nem érdeke, megcsinálom. Megcsinálom. Menjenek a lakók a francba. Elgen van, gyerekek, leromboljuk egész Debrecent. Jesus. Ezt az összes parkot le akarom. Igen. Vessen. Vessen Debrecen. Szóval azt mondja, hogy lesz akkor egy főútunk, ami itt fog futni. Hát ez már túl közeli. Itt. Itt fog futni. Ez így biztonságos. Na, eltűntek a lakók. Így. Tehát ez egy főút itt közé. Úristen. Mi ez a lépcsőzetesség? Azt a mindenit. Ejj. Ez menő, ez menő. És akkor ebből fognak kijönni a side utak. Nevezetesen, ez így jó, ez így jó, így jó, ez így jó, jó. Hát mondjuk ez, na mindegy. Hát elvileg ez így jó. Ez így jó. Ez így jó. És akkor túloldalon is jöjjenek ki ezek a side utak. És ezek bele fognak menni. Oh shit. Hát nem mennek bele, illetve nem mindegyik megy bele. Szóval így fog bele menni, és itt a villamos fog majd átjönni ide, nyilván. Ez itt, ez a rész, ez úgy, ahogy van förtelmes. Erre beállok úgy, hogy értsétek, miről van szó. Ez a rész, ez úgy, ahogy van förtelmes. Nézzétek már meg, hát nem férnek el a házak. Ki találta ezt ki? Kinek az ötlete volt? Tömeges kilakoltatás szemtanúj. Hát kilakoltatás, hát érted, rájuk robbantom a lakást. Amennyi, és a helyükre meg ültetek új fákat. Tessék. A szerencsések egyedül állnak az erdő közepén. Ez de para, ilyen kapucniban ott izé. Tuti valami ízét árul, ilyen illegális anyagot. Nem tudom lerombolni, kár. Na, és akkor okosodjunk. Az jó lenne, csak nem biztos, hogy párhuzamos, tehát ezt innen föntrökű megnézni. Aha. Ez elvileg párhuzamos, oké. És akkor ez pedig... Ennek itt sok értelme van, vagy kevés? De várj, mert túlfutott. Ez az út túlfutott. Így. Nem párhuzamos, nem egyenes. Mindegy. Ez itt normális? Ez egy normális dolog itt, szerintetek? Például ez a zebra, ez... Tehát, hogy ez a zebra, ez így eléggé... fasza. Tehát ez egy négydimenziós zebra. Ez béna itt. Nem tetszik. Úgyhogy nem is lesz ilyen. Ezt leszedem. Teljesen felesleges ide. Úgy. Így. Ez így fair. Ez így már pedig fair. Lesz egy nagy blokk, de ki fog férni két ház. Jó, sokkal jobb, mint ami volt. Hát ezt a lakóink fele bánta, ahogy elnézem, de nem baj, mert még fogyni fogunk még többen. Ennek pedig ki kéne jönni egészen idáig, de nem fog tudni sajnos. Ezt lerombolom, mert ennek itt sok értelme nem... Tehát sok értelmét nem látom. Szerintem ez így jó lesz. Sorry, ez most ilyen tereprendezős chill gameplay. Lehet, hogy a mikrofon nagyon lent volt eddig. Itt már most látom, hogy itt káosz, itt iszonyat káosz lesz itt. Tehát itt valamit meg kell szüntetni, talán ezt kéne megszüntetni, mert teljesen felesleges ennyi szeletelni ezt a helyet, hogy úgy mondjam. Talán így több értelme van. De amúgy ennek nincs értelme ennek itt, ennek az útnak. Ennek úgy lenne értelme, hogyha ez az út ez középen futna. De akkor igazából ennek az útnak sincs értelme. De ezt most nem akarom lerombolni, mert... De lerombolom. Lerombolom, mert semmi értelme nincs.
Ellenben, ugye itt keskeny, tehát ez fasza, de akkor itt van túl nagy terület, tehát ezt föl kell felezzük. Az a baj, hogy ez a túloldal nem fog tudni hova befutni. Ami elég nagy baj. Elég nagy baj. Nem tetszik ez a rész, ez egyáltalán nem. Nem tetszeni tetszik, de egyáltalán nem hatékony, hogy úgy mondjam. Hagyjuk meg egy ilyen nagynak. Lehet így kéne inkább kockásítani, értitek? Így. Aha, ennek így már több értelme lenne. Aha, jó, így lesz. Tehát hagyjuk a párhuzamosat, merőleges lesz. De már megint nincs meg, de megint megtört ez a fasz a kis egység. Nagyon kis egység volt. Ó, mindegy, mindegy, jó ez így. Jó ez így, és akkor még ezt a utat kéne összekötni vastagon. Így né. A nap erőművet ezt leromboljuk, mert semmi szükségünk nincs rá már. Ellenben az új lakott területekre, arra szükségünk van. Na, valami ilyesmire gondoltam. Ez azért mégiscsak szebb. Na várja, nézzük csak meg, hogy tényleg igazán van, ez tényleg szebb. Aha, sokkal. Ez mondjuk itt nem tetszik, ez nem tudom, hogy miért ide raktam. Szennyvízkiöntő. Tehát ezt átrakom. Ezt átrakom ide a sarokba. Így, ide. És akkor ezt az út, de király, kis repcsi. Ezt leszedjük így. Király. Tehát ez a fele, ez megvan. Rakjuk le akkor ezeket a területeket. Azt mondja, hogy... Az első és legfontosabb az, hogy hol legyen a vásárlózóna. Én szerintem a körút mentén lesz a vásárlózóna, tehát ez azt jelenti, hogy itt például... Nem tudom, ez szűk lesz ez a hely neki szerintem. Ez szűk ez a hely, gyerekek. Ezt szedjük le. Vagy ezt szedjük le? Mégis ez itt jó, mert ez villamos összeköttetés lesz, de itt is van villamos össze. Hát ez egy shortcut lenne, érted? Jó, ez így. Ezt viszont leszedjük, mert nem látom semmi értelmét. Hoppá! Hoppá, megsérült a körút. Károsítottam a körutat. Ezt javítsuk már ki. Oké, kész. Király. Na, ja. Most jöjjön ide a vásárlóvezet, vásárló... Ez az egész vásárlóvezet lehetne, de csak odáig. Értitek? Tehát a körút mentén. A többi pedig zöld. Gyerünk már, fessed már be azt a kis szart. Hopp, hogy? Ezt nem hiszem el. Gyerünk már! Ez is itt végig zöld terület legyen. Ez itt a maradék az legyen kék. Lehet, hogy ide nem ártana egy kék terület. Majd ezt meglátjuk, hogy mennyi igény van rá, és akkor minden legyen zöld. És aztán majd meglátjuk, hogy mennyi igény van a kékre. Ez is legyen zöld, oké, akkor fasza. Zónák megvannak. Jöjjenek a parkok, mielőtt itt nagyon elkezdik beépíteni. Nézzük meg azt például, hogy a land value az hogy alakul. Aha. Lehetne egy gazdagabb, meg egy szegényebb rész. Én szerintem itt hátul legyen a szegényebb, itt elő meg a gazdagabb. Ugye megbeszéltük múltkor, hogy itt nincs hátul meg elől, mert itt jön be a vasút, és az emberek többsége az a vasúttal jön, nem is gépjárművel vagy busszal. Ebből kifolyólag itt lesznek a szegényebbek, a nagyobb nyüzsgésben, és itt hátul a chillben pedig a gazdagabbak. Úgyhogy gazdag formal parkokat fogunk lerakni ide. Ezt például ebből fogunk vegyesen. Sőt, az összes parkot leszedem, és újra fogjuk parkosítani a dolgokat. Ugyanolyan parkból lesz sok. Értitek? Így egymásra szembe. Ez nem biztos, hogy előnyös, amúgy. Úgy amúgy. Pont a sarkokra rakom. Lehet, hogy pont nem a sarkokra kéne. Szóval mindig nem sikerült kimatekoznom, hogy hova érdemesebb, a sarkokra vagy belülre. Én szerintem a sarkokra, tehát ez olyan szinten magától értetődő. És egyébként meg nagyon gyakran vannak ezek a felezők. Teljesen... Gyerekeket, teljesen felesleges ennyi felező. Teljesen felesleges. Minden másikat le lehetne szedni. Tehát ezt például, meg ezt is. Sőt, mondok jobbat, hoppa, azt, ami itt van, az maradjon, és például ezt még visszacsinálom így, szóval azt, ami itt van, az maradjon, mert ez itt egy út, érted? Tehát így, az is marad, mert az is egy út, és akkor itt a következő meg ott van, és tehát okosan van, ez megcsinálva szerintem, nagyjából, mondjuk az ott teljesen felesleges, de ugye itt meg máshogy nem tud. Megoldani. Itt is van egy út, meg itt is. Tehát vagy ide vezetem be a másikat, vagy ide. A másikat, ami egy másik, de hogy értitek, az egyik az vagy így jön ide, a másik meg vagy így jön ide, és mind a kettő szar, mind a kettő közel lesz ehhez. És mivel itt három út kereszteződés lenne, itt meg itt csak kettő van nagyjából, mert a harmadik az messze van, ezért inkább maradok ennél. És akkor újra parkosítás, illetve parkosítás folytatása. Ja, de itt meg már szegényebb részek jönnek, aha. Akkor ezt a kettőt leszedjük. És akkor a szegényebb részeknek pedig szegényebb park. Például ez a Nature cucc. Ezeknek semmi nem elég, nézzétek már meg. Jó, mindegy. Tehát ezek low land value-k, ezek high land value-k, az a baj, hogy ezek nem elég high land value-k. Tehát még high-abbnak kéne lenniük. Úgyhogy még rakunk le parkot. Alakul. Hát ugye shopok is legyenek high land value-sok. Hát ez így kettő egymás mellett, ez béna. Na így.
akkor sapokból is vannak hályok, sapokból itt vannak lók, lagokból itt vannak lók, és itt vannak hályok. Ami ide lerakok egyet brahiból, de ennek már semmi értelme nincs az égvilágon. Csak ha ide is rakok egyet, látjátok? Tehát akkor ezek itt csóribbak lesznek. Itt egy picit csóribbak lesznek. És alig van pénzünk. Alig van pénzünk, úgyhogy kunyeráljunk tőlük. Küljünk, mit tudom én, 500 000 vagy így. Akkor már alulról kellett volna, mindegy most már. Jó, akkor legyen, mit tudom én, 800 000. Így. És akkor lódoljuk be. Igen, és ahol a parkokat teszteltem, ott kimaradt a izé. A land, meg ahol szarakodtunk. Gyerünk. Minden meg van csinálva. Jó, hát akkor a város fele az újra lett tervezve, nagyon fasza, a lakóink azok a felé. Nem is! Ahhoz képest, hogy a félváros leromboltuk, ahhoz képest nem is tűntek el a lakók. Na, és akkor itt kéne még valamit művelni, mert ez itt még viszonylag friss terület és eléggé béna lett. Jó, állítsuk meg az időt. És akkor ezzel a résszel kezdjünk itt valamit. Tehát ami fix, az a vasút, ami ide jön be. A másik fix az ez itt, ez a félkör, ahol boltok lesznek. Ezeken kívül minden más kuka. Próbáljuk meg a... Ez mi ez? Ez minek ide? Tudom, hogy minek raktuk ide, de már nem folytatjuk azt a bevett szokást, vagy mit. Tehát ezt a mintázatot, ezt már megtörtük itt. De ez nagyon hullámos maradt attól még, tehát akkor építsük újra. Egyébként annyit érdemes ehhez hozzáfűzni, hogy most már kezdem azért érteni nagyjából, hogy működik ez a parkrendszer, meg ilyesmi, úgyhogy... Most már nem fogok annyit szerencsétlenkedni én szerintem. Legalábbis ezek a tervek, aztán majd meglátjuk. Jó, akkor ez az út kisimítva, ott nagyon kék minden, hű de kék, azt a minden itt de kék, tiszta kék minden, minden kék. Akkor ez a fele kész, tekintsük késznek. Jó, akkor itt hátul fucked up a system, nagyon fucked up. Azt kell megnézni, hogy a land value az hogy, aha. Jó, oké, akkor gridesítünk, ezt kikapcsoljuk, mert megőrülök, hogy minden tiszta kék, meg fehér, meg zöld. Mi ez? Kórház? Például fogalmam sincs, hogy ennek az útnak itt mi értelme. Nézd, behúztam egy utat. Ja, vasút, aha. Tehát a vasút. Tehát ez a vasút út. Ez a reve. Ez a vasútnak lett ide behúzva. Ez az út, ez mindenképp kell ide, ez van, ez nem tud mit csinálni. Ez az út is kell ide, mert ide épültek a házak. Hát akkor én szerintem ez itt nagyon... Tehát itt ilyen parkoló, meg mit a... Jesus. Ki tervezte ezt a Karácsony Gergely? Igen, ezek vannak túl gyakran. Tehát, I got this. Ennek az útnak, ennek főútnak kéne lennie, ilyennek. De most már mindegy. Helyett a főút az ez lesz, és itt fog bejönni, és akkor ezt leromboljuk. Elég sok mindent le kell romboljunk. Gyakorlatilag az összes keresztutat. Ja, ezeket is sajnálom, kedves lakók, mentek a kukába, vagy hát a romok alá. Ki hogy szereti, és akkor ez fog itt tovább folytatni így. Az a baj, hogy ezt nem tudom, hogy ez mennyire párhuzamos. Teljes 100%-ig? 100%-ig párhuzamos? Elvileg igen. A játék szerint igen, csak szerintem optikai illúzió miatt tűnik úgy, mintha balrább menne, mert ez itt egy domb. Ugye ezt már korábbi gameplayekben eljátszottuk, hogy nem párhuzamos, pedig annak tűnik, de én szerintem ez most nem ennek az esete. És akkor itt fog jönni a villamos, és akkor ide fog bejönni a villamos, és én szerintem, mivel megállapítottuk azt, hogy ez itt egy kereskedelmi központ lesz, ezért mondom, hogy a villamos végállomás vagy itt legyen, vagy itt. Az a baj, hogy túl denszi hely lesz, tehát túl nagy lesz a sűrűségnak, túl frekventált. Ez ilyen kis kevésbé frekventált, úgyhogy ide lehet, azért baj az, hogy frekventált, mert akkor nagyobb a land value. Itt kisebb lesz a rendvei, úgyhogy ide csesszük a tram station-t. Majd. Nem, most. Most, mert már hova halogatom? Várj, melyik ez a trains? Streetcar, nem is tram. Ide az a baj, upgrade-elni kell az utat. Upgrade-eljük. És akkor csatlakoztassuk be, és itt pont befér, tök faszán. Nézd már oda. Mi rakjuk túloldalra? Hát, inkább ide. Ide már úgyse fognak tudni építkezni, úgyhogy tök mindegy. Úgyhogy ide lerakjuk így, és most upgrade-eljük az összes utat. Hát, majd később. Amondom vagyok, hogy inkább majd később. Úgyhogy most ezt zárjuk be. Így. Jó, és akkor itt van egy blokkunk, és itt a végén van egy blokkunk, de hát ez itt ilyen... Végül is emiatt fontos. De ezt... Istenem, hát ezt downgrade-eljük! Nem kell ide villamos út. Hát mindegy, ha már így le van rakva, akkor legyen ilyen vastag, de hogy maga a villamos az nem fog itt bejönni. Hanem az itt fog eljönni, és ide fog eljönni egészen hátra. És itt is. Tehát itt lesz egy ilyen kisebb körút. És akkor ezt meg nem upgrade-eljük majd, remélem nem fogom elfelejteni a következő utáni gameplay-ben, amikor majd megcsináljuk a villamos színeket, nem amúgy, valószínűleg mosogjuk. És akkor most jön ez az oldal, ami aggasztott, sőt, úristen, ez mennyire high-tech? Eléggé. Ez eléggé high-tech. Ja igen, mert itt az egyetem miatt high-tech-ek lesznek a cégek, hát akkor ezt az egészet átépítjük. Azt még nem mondom, hogy ezzel együtt, mert ez azért eléggé... Ez is mit keres itt a izé közepén? Hagyjuk már.
Ez rohadt drága. Jó, mindjárt nem érdekel minket most a pénz. Nem érdekel. Majd fogunk bányászni olajat. Viszont ezt az egészet itt úgy, ahogy van, ezt le kell romboljuk, sajnálom. Ez borzalmas. Mindent. Mindent, mert nem elég hely, tehát ilyen össze-vissza nem elég hely kihasználós, meg mit tudom én. Szar az egész. Csináltam volna egy side mentést, mindegy most már. Jó, és akkor én azt álltam ki, hogy itt fog kivezetődni az út. Itt. Egészen itt már legelején. És itt fog elmenni a szélén. Csókolom. Úgyis végig a szélén megy szinte, hát itt nem, itt egyel beljebb, meg itt is egyel beljebb. Itt is egyel beljebb, tehát itt lesz a szélén egy út. Jó, ez így. Tudom, hogy hülyesség, de én azt mondom, hogy ez a biztos. Ez a biztos. És akkor? És akkor ezt fogjuk az Urban Gridet mérni. Most, hogy mekkora gyárak lesznek, fogalmam nincs. Tényleg fogalmam nincs, mekkora gyárak lesznek. Jó, mindegy, húzzunk egy-egy útat, aztán cső, nem fogunk kockásítani. Itt lesz egy út. Oké. Ez itt mi, és mennyire fog bővülni? Hospital. Tehát ez egy hospital, és ez jelentősen fog tudni bővülni mindenfelé. Errefele főleg. Tehát errefele fog bővülni. Feltételezem a Police Station is arrafele fog bővülni. Nem, nem, az errefele fog. Vagy bővülhet errefele is? Nem hiszem. Ja, mert ez ilyen direct tud bővülni. Talán ez az, amit külön le lehet rakni. Talán. Jó, mindegy. Tehát akkor ez tud balra bővülni, igaz? Nem, szart tud. Ja, de ezzel tud. Jó, akkor tud. Te tud. Te tud. De ezt lezárhatjuk. Nincs vita tárgyaként jelen. Ez azt jelenti, hogy innen fog kijönni egy út. Etti. Kérdés, hogy meddig? Amúgy ez se biztos, hogy jó itt. Sőt, biztos, hogy rossz. Jó, tervezzük újra. Na, az a baj, nem látom át rendesen. Tervezzük újra az egészet a nulláról. Üzzük ki a maradék lakót is. Maradék lakókat is üzzük ki. Így. Jó, és akkor ott lesz egy lecsatlakozás annál, nyilván, mert az milyen autentikus. Illetve én szerintem itt a polgármesteri hivatalnál lesz még egy. Így. Akkor ezek bele is mennek ebbe a hátsó útba. Így menjen bele a hátsó útba. Vagy így. Tehát, hogy így. Én így raknám be, megmondom őszintén, de így is lehet. Csináljuk így. Nézzük meg, mit tud így. Mit tud. Legalább olyan Moszkva hatása lesz ennek a résznek, tehát ilyen csillagos dí. Így, és akkor itt majd építhetnek erre fel az emberek, és akkor itt kezdünk el felosztani területeket. Ennyi elég vajon a gyáraknak? Tehát ide két gyár vajon kifér? Nézzük meg, aha. Hát szerintem ki kell, hogy férjen. És akkor még egy ilyet lehúzunk ide. Hülye vagyok. Nem ide. Ugye azt beszéltük, hogy nem kockásítunk, hanem vonalakban gondolkodunk. Úgyhogy ide fogunk lehúzni még egyet. Így. Ez így lesz a menő. Király. Hát nem király, de nyilván nem is borzasztó. Ha borzasztó lenne, akkor hisztiznék most. Tehát nem itt lennék, hanem hisztiznék valahol, a sarokban mondjuk. És akkor ezzel a fucked up alakzattal kell. Tehát itt egy ív van, itt egyenes, egy darabig utána ív, itt derékszög, itt pedig egy ilyen 75 fokos istenverése, szóval hogy ezzel is valami okosat kéne közdeni. Mondjuk így, ez elég okos. Szart. Szart okos. Nem okos. Amúgy de. Amúgy de. Amúgy ez tök okos szerintem. Ráadásul, hát ez tök király. Nézd már meg, milyen szép lett. Ez is fasza, ez is fasza. Jó, jobb lenne, hogyha ez odébb lenne, meg ez is, mert most látjátok, nagyon errefele jön a balance, de tök mindegy. Autentikusan out of balance a dolog. Hát olyan balance, de hogy out of, tehát a balance az out of balance, tehát out of balance overall. Tök mindegy, jó ez így. Jó, ez így. És akkor itt nem lesz semmiféle összeköttetés. Igen, az volt a baj, túlságosan is, jaj, még ide is egy utat, meg jaj, oda is, nem, nem, na. Így, 1, 2, 3, csókolom, oda is, 1, 2, 3, cső. Ennyi, kész, megvan oldva. És akkor tovább vívja ezt a fantasztikus okosságot a parkokkal, meg a land value-k tekintetében. Azt mondom, hogy vizsgáljuk meg. Tehát úgy volt, hogy itt van a high land value, és akkor innentől jön a low land value, meg itt is low land value van. Itt business areas, ott is, ott high business areas, itt low business. És akkor ezzel mit kezdjünk? Ja, hogy itt izé van, itt gyárterület, az hoppá. Tehát itt gyárterületek lesznek. Ezt már be is építhetjük. 1, 2, 3. Mondjuk ez nem jó, mert itt izé van, várjatok. Na várjatok. Itt a kórházon, a kórházat ne építsük már körbe izével, adod. Meg egyébként valahol le kéne rakni a recycle izét is. Annak pedig ugye sok hely kell, ugyebár. Rakjuk ide. Rakjuk ide az izén mögé, Police Station mögé. Van bőségesen hely neki bővülni. Mert neki csak egyik oldalon kell bővülnie. Tehát rakhatjuk. Rakjuk ide így. És akkor tőle balra lesz helye a gyáraknak bővülni, tőle jobbra is lesz helye a gyáraknak bővülni, meg tőle jobbra neki is lesz helye bővülni, és ez iszonyat drága. Ezt jó elpotyáztuk, mindegy. Ígyni. Ígyni. No, majd bővítjük később. És akkor gyárterületek azt mondja, hogy na itt nem lesz gyárterület, az biztos. A kórház körül gyárterület, hagyjuk már. Akkor mi legyen? Akkor valaminek azért csak lennie kéne.
Jó, mindegy, akkor ezt szabadon hagyjuk, és ha majd valamelyik itt alul idő, elindítjuk majd az időt a végén, és ha valami hiányzik, akkor azt itt fogjuk pótolni. Meg itt, meg ott, és akkor szerintem ennyi gyártület elég is lesz, egy-kettő blokk, hát szart lesz elég még itt az ízéjükbe. Jó, egyetértetek? Beizéljük. Üzéljük be idáig, meg idáig. Az a táblát meg szedjük már a francba. Elkezdett idegesíteni. Tudom, hogy azért raktam oda, hogy tudjam, hogy mi idegesítsen, de... Szegény. Viszlát tábla. Tudkeráj. Ja, és akkor még itt ez... Aha, jó, király, jó. Oké, gyorsan akkor ezt rendezzük el, aztán indítsuk az időt, és nézzük, ahogy szemünk láttára romlik össze a gazdaság. Azt mondja, hogy kék területeket kéne még lefixálnunk. Hát ezek itt ez nem jó. Tehát ez, hogy ez kék, ez nem jó. Legyen mindegyik zöld. Az vagy az épületektől nem látom, hogy az milyen színű, mindegy. Ez is legyen zöld, minden legyen zöld, minden. Ezt már játszottuk a múltkor. És akkor ami kék, az pedig... Hát mi legyen kék? Nem is tudom. Annyi kék elég, nem? Szerintem de. Többi az legyen zöld. Minden legyen zöld. Minden. Tényleg minden legyen zöld. Ott is. Minden. És akkor jönnek a parkok. Azt mondja, hogy ilyen low budget parkok legyenek. Egy low budget park, ami bazi nagy, meg itt még egy. Csókolom. Ez ilyen low end value. Hát igen, ez ilyen nagyon magas, ez közepes, és akkor itt lesz az alacsony. És itt pedig a boltok is közepesek. Jó, akkor szerintem ez így jó, ez így nagyon okos. Valamennyire az elég okos, nem? Valami szakértő erősítsen már, meg ilyen SimCity szakértő. Írja be azt, hogy ez így elég okos. Talán egy ilyet le lehetne ide rakni, csak úgy brahiból. Jó, ez így. No, egy millió park városa. És akkor tömegközlekedés, ezt még javítsuk, azt mondja, először a buses-t. A busz system, mert ugye az egészet át kellett építeni, ugyebár. Oda egyet, oda. Akkor már ide is. Minden más helyen van szerintem már. Amíg itt a szélén nincs. Jó bénán lesz így a buszrendszer, de mindegy most már. És akkor school buszrendszert is ugyanígy kéne, okosan. Na jó, lesz ez így. És akkor építsük ki gyorsan a streetcar systemet. Na jó, elindítanám az időt, de jó, mindegy, tudjátok mit? A következő gameplayben indítjuk el az időt, jó? Az lesz a következő gameplay, megcsináljuk a streetcar systemet, elindítjuk az időt, és elvajazzuk a dolgokat itt faszán. Úgyhogy én nem mondom vagyok, hogy ezt itt most zárjuk le. Ha tetszett, akkor lájkold, ha nem, akkor iratkozz fel. Én Benji voltam, hamarosan találkozunk, sziasztok!